az egyik kritikus pontja a mérkőzésnek számunkra, és nem csak a mérkőzésnek, hanem a csapatnak is, Gera Zoltán volt, aki nem is olyan régen megsérült, eltörte a kezét, de nem is ez volt a probléma, hanem úgy tűnt, hogy lélektelenül játszik. Nézzük vele, mi a helyzet. Magyarország első számú futballistája törött kézzel, de töretlen önbizalommal érkezett haza élete legjobb szezonja után. A Premier League állam 11-ébe is bekerülő birminghami kedvenc az utóbbi évekkel ellentétben most egyetlen medáliával sem gazdagodott. Már a West Bromwich Albion bent maradása a legjobbak között szinte felér egy aranyéremmel a számára. Igaz, az utolsó meccsen ezért nagy árat kellett fizetnie Gerának, így pedig bizonytalanná vált, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya játszhat-e Franciaország és Izland ellen. Azt mondták, hogy nem biztos, hogy lehet ezzel játszani, de hívtak egy specialistát, aki a kéztörésekben nagyon otthon van, és ő mondta, hogy betesznek egy sint, ami fogja tartani az ujjamat, és nem lesz akadálya, hogy játszak. Gera végül a láthatatlan embert megmintázva ugyan, de egy fél időt játszott a Galkakasok otthonában. A legnagyobb kritikát pedig saját teljesítményéről avval mondta ki a CK, hogy a meccs után a csapatból szinte egyedüliként elnézést kért Lothar Matthäustól az első fél időben mutatott produkciójáért. Azt a véleményét azonban már az elutazás előtt sem rejtette véka alá Gera, hogy a fontosabb meccset majd Reykjavikban játssza a válogatott. Ma választani lehet, hogy melyik meccsen nyerjünk, természetesen az Izlandon, de nem feltartott kézzel megyünk ki franciák ellen se, úgyhogy reméljük, hogy mind a két mérkőzés olyan eredményt fogunk elérni, amivel elégedett a köznép. A köznép tehát Izland ellen csak a győzelemmel lenne elégedett. Ki Gera Zoltán ennek a csapatnak? Tudnék úgy fogalmazni, hogy a motorja egy olyan játékos, aki improvizálni tud, tehát egy hihetetlenül jó futballista, jó képességekkel rendelkező játékos. Csak azt kell hozzátennem, hogy mikor kikerült Angliába, nagyon meg kellett neki küzdeni azért, hogy ott ilyen játékos legyen és elfogadtassa magát. Ez sikerült neki, sajnálatos módon jött ez a kéztörés, ami nem biztos, hogy jót tesz, nem hiszem, hogy teljesen egészséges és tudat alatt nincs ez a fejében, de bízunk benne, hogy a mai mérkőzésen ezt félre tudja tenni, és egy olyan játékos lesz, aki meghatározó futballistája válogatottnak, mint ahogy az újpesti mérkőzésen játszott, 3 gólt lőtt. Nektek ebben van tapasztalatotok? 4 nap alatt helyreállhat valakinek a lelki világa? Mindenképpen helyreállhat véleményem szerint. Én úgy látom, hogy a Zolinál egy picit megzavarta itt az utóbbi időkben, ugye bekerült Angliába a legjobb 11-be, különböző reklámszerződések, ez egy picit megzavarta őt is, és itt ugye a franciák ellen komoly kritikákat kapott. Az lehet, hogy gyengén játszani, de ő a magyar csapatnak a motorja, hogy a célba tette, a kapitánya, ő neki vezényelni kell a többi játékost, és jobban el kell adni magát. Tehát, hogyha ő a motor, ő a kapitány, neki ott kell állni, és hogyha gyöngén is játszik, vagy gyengében megy neki, akkor is azt el kell ítetni minden játékostársába, hogy ő a legjobb, ő a vezér, és mindenki hajtson, küzdjön. Ez egy picit ezt hiányoltam. Nem kell 4 nap, 1 nap alatt is át lehet ezen esni, és én biztos vagyok benne, hogy a Zoli át fog ezen esni, és most a mai mérkőzésen a csapatnak a vezér egyénisége.